Átváltozás. Magyar hangok. Hegyi Barbara, Szersény Gyula, Kisfalvi Krisztina, Somlai Edina, Görög László, Pap János, Rosta Sándor, Szabó Sipos Barnabás, Benkő Márta, Kerekes József. Magyar szöveg Treiber Gabriella, hangmérnök Rozbonyi Gábor, technikai munkatárs Nikodém Norbert, gyártásvezető Solymosi Péter, szinkronrendező Nikodém Zsigmond. A szinkron a Channel One BT videó stúdiójában készült. Forgalmazza a Videó 2000 Kft. Fényképezte John A. Carlson. Zene John Gray. Írta Glenn Takagian. Rendezte Glenn Takagian. Rendellenes működés, figyelem. Genetikai labor 4. 9-es szint. Borostyán szektor 11. Kérem ellenőrizze. Borostyán szektor 11. Kérem ellenőrizze. A 7-es kamera. Dupla L. Borostyán szektor 11. Automata közelítés. 3-as fokozat. Rendellenes működés. Borostyán szektor 11. Parancsnok, figyelmeztetés! A szektorban 3-as fokozatú készültség van. Rendellenes sűrűs figyelem. Kérem, legyen óvatos.
a bioérzékelő normális vírus és baktérium szinte. Kérem, legyen óvatos! Kérem, legyen óvatos! Biológiai szűrő meghívása. Fertőzés veszély nem áll fel. Kérem, legyen óvatos. Kérem, legyen óvatos. Halomkompresszorrendszer készültségben. Folytassátok, nővérkém! Megtámadtak! Hol a pokolban voltál? Már 11 óra van. Nyugi, nővérkém. Billyvel voltam. Ne félj, jó kezekben. Mindig! Úristen, nem úgy látom, te sem unatkoztál ma este. Hello, Brian. Ez az a valami, ami elkapta Fandor! Minden! Műsorunkat rövid szünet után folytatjuk. Ó, milyen romantikus. Apa mérges lesz, ha megtudja, hogy abban a csavargóval voltál egész este. Billy nem csavargó. Csak problémái vannak otthon. Ha csak otthon lennének. Azért mondod, mert féltékeny vagy. Köszönöm, Kim. Oh, bocsáss meg szépen. Gyere ide, olyan tökény. Azonnal menj az ágyba, Hugicám. Holnap iskola van, és maradj is ott, érted? Higgadj le! Mi vagy te az anyám? A mai fogás új illat az átkevés. Bocsáss meg, Sheri. Nem akartam. Csak menj lefeküdni. Jó ét, Brian. Jó ét, Kim. Ma este filmünket rövid reklámszünetben. Nem akart megbántani. Csak egy nagy gyerek. Nem tudom, mi történt velünk, Brian. Amikor bemutatjuk meg... Kim és én olyan közel voltunk egymáshoz. És a manúság
szörnyűségé válik. Gyere, Sherry! Ó, oh, nem most, Brian! Figyelem! A szektorban 3-as fokozatú készültség van. Kérem, legyen óvatos. Michael! Minden biológiai rendszer az elfogadható zéta paramétereken belül működik. Elliot! A fenébe. A vészriasztó rendszer L374 működésben. A légnyomás érzékelő adatai szerint ammóniak, metán és hidroklóricacid molekulák aránya a megengedett határon belül van. Jared és te, azonnal gyertek ide. Van egy kis problémánk. Hello! Üdvözlök mindenkit csütörtök reggel 7 óra 42 perckor. Micsoda napsütésre ébredtünk. Tudjátok, hol vannak a szüleim? Igyekeztünk, el fogunk egyáltalán. Késni. Érdekel ez benneteket? Az első órám angol lesz, és mindig elkések, a tanárt nem is érdek. De engem igen. Soha nem lesz belőle semmi, ha nem veszed komolyabban az iskolát és a tanulást. Keres valamit, ami érdekel. Hé, egyelőre mindenből jól állok. Istenem, soha nem érek be. Ha azt akarod, hogy elvigyelek, jobb, ha igyekszel. Nem adjátok abba, jövök már. De félre a tréfával, srácok. Most egy igazi kedvenc dalát hallhatjátok, hogy biztos mindenki felébredjen. Tehát most következzen Seymour és az új mutánsok legújabb szám. Hol van a pap? Hogy kérdezhet ilyen hülyeséget? Nincs az ágyában? Nincs. Az autója sincs itthon. Biztos, hogy nincs a szobájában. Lehet, hogy nem járok egyetemre, mint te, de azért nem vagyok hülye. Apa nincs itthon. Szeretném tudni, hol lehet. Csinálnunk kell valamit. Hívjon már segítséget! Nancy maga nem gondolkozik logikusan. Minden eszköz rendelkezésünkre áll, hogy házon belül megoldjuk ezt a... Erre a lehetőségre senki sem készült fel. Már két embert megölt, és azt sem tudjuk, hogy hol van. Az épületből biztos nem mehetett ki. Valahol itt kell lennie. Két emberem már a keresésére is indult. Nem akarom, hogy megöljék. Elliot és én kidolgoztuk a módját, hogyan alakítsuk őt vissza. De ez csak egy ötlet. Figyelj egyáltalán! Üljön le, doktornő. Maga szerint mit kéne tennem? Hívjam a rendőrséget? Vagy még jobban a nemzetőrséget? Nem vagyok benne biztos, hogy ők is hasonló szánalmat és megértést tanúsítanának Dr. Fosterrel szemben. Őket nem kötik forró szerelmi szálak hozzá, mint magát. Maga látta, mire képes ez a teremtmény? Ez a teremtmény még mindig Michael Foster. Megteszem, amit lehet. Az nem elég a fenébe is. Mi lesz Elliottal? Mi lesz John Griffinnel? Mit tud tenni az ő ügyükben? Róluk már rég gondoskodtam. Maga egy szívtelen szörnyeteg.
Igen? Küldje be őket. Elfelejtem az utóbbi megjegyzését, doktor. Nos, maga épp úgy, mint én, már az első perctől fogva tudja, hogy ez a kutatás teljesen törvénybe ütköző, és maga is vállalta a következményeket. Mélységesen sajnálom a történteket, de muszáj titokban tartani a dolgot. Vagy minden, amit eddig elértünk, felesleges erőfeszítés volt. És Michael Foster is rosszabbul járna, mint így. Kérem, bízom bennem. Szabad? Ah, Mitchell, Jared, ez itt Dr. Kane. Nancy talán jobb lesz, ha maga meséli el az uraknak, mi folyik itt. Doktor, nem hiszem, hogy helyes lenne. Ne aggódjon, doktor, a legmegbízhatóbb embereim csak az én parancsaimat teljesítik. Kezdje el. Gondolom, önök is tudják, hogy a legtöbb kutatásunkat itt a Télosz központban állami támogatással végezzük. Némelyik, hogy is mondjam, nem igazán felel meg a kormány által szigorúan meghatározott biztonsági előírásoknak és szabályoknak. Különösen a nukleáris és genetikai kutatások terén. Néhány hónapja a Védelmi Minisztérium különös kutatással bízta meg a Téloszt. Nagyon különös kutatással. Szövetmintákat adott nekünk, idegen lények szövetmintáit. Idegen lényét? Igen, idegen lényét. Természetesen egy másik bolygóról. Mi magunk is szkeptikusan fogadtuk. Megbízóink nem közölték velünk a minták eredetét, így gyanakodni kezdtünk, hogy esetleg egy genetikailag módosult, de földi anyaggal van dolgunk. Ha így állna a dolog, miért mondták volna azt, hogy idegen anyagról van szó? Mert lehet, hogy ezt az anyagot az úgynevezett baktériumháborúra fejlesztették ki, és a Téloszt használták volna föl alibi gyanánt. Az e fajta biológiai kísérletezés tiltja a Nemzeti Baktériumháborús Paktum. Ha a Télosz be tudná bizonyítani, hogy ez az ismeretlen anyag valóban egy idegen bolygóról származik, akkor mindenki más is elhinni, és... És el tudná kerülni a paktum megszegésének vádját. Pontosan. De mint kiderült, nem hazudtak. A záró réteg kibiztosítva. Minden működés normális. A záró réteg kibiztosítva. Minden működés normális. Ki vagyok? Ne csináld ezt velem. Ha, ugye nem azt mondod, hogy a doktor úrnak üldözési mániája kezd lenni a kis szörnyeteg miatt? Te vagy egy kis szörnyeteg. Gyere ide. De drágám, még a végén féltékeny lesz. Az összekapcsolás engedélyezve. Akkor este együtt vacsorázunk? Még nem tudom, mikor szabadulok innen. Hello. Hello. Hello, Checkers. Hello, Pici. Hello. Úgy látom, Checkers kicsit túlélénk ma. A középső mikróba felfogó filter 90%-ig megtelt. Most
Éppen megpróbálok beilleszteni néhány sejtettséget Spot ivar szervébe. A gond ott van, hogy nem találok plazmát az idegen sejtekben. Úgy tűnik, egyáltalán nem tartalmaznak felismerhető genetikai anyagokat. Genetikai kód nélkül hogy tudnak utódot reprodukálni? Ennyit már megtudtam, hogy ezek a sejtek nem osztódással szaporodnak, mint ahogy megszoktuk. Úgy tűnik, felhalmozódnak, mint egy tumor. És így alkotnak újabb szöveteket. A sejt kifejezés ebben az esetben nem is helytálló. Meg kell mondanom, le vagyok végezve. Nos, jó lesz, ha összeszeded magad. Vialini eredményt akar a hétvégére. Megmondhatod Vialini. Majd te megmondod neki. Most mennem kell. Úristen! Vészhelyzet, figyelem! Vészhelyzet, figyelem! Biológiai szakítás! 7-es fokozatú karantén végzett véletben! Vészhelyzet, figyelem! Anya, rendben vagy! Uram Isten! Vészhelyzet, figyelem! Biológiai szakítás! Michael, most mit csináljunk? 7-es fokozatú karantén végzett véletben! Nancy! Vészhelyzet, figyelem! Gyere ide! Felkülvésre! Zsíjás! Szükséges intézkedéseknek! Őzd ezt a kezembe! Michael, ez tömény kérdés! Az Isten itt ne vitatkozz, hanem csináld már! Baktérium, bőrendszer maximális kutatók! Vészhelyzet! Gondolod, ez segített? Elliot! Kérlek, vedd be! Kérlek! Elliot. Dr. Elliot Stein? Igen, Elliot. Dr. Stein a csoport orvosa. Dr. Elliot Stein, 33 éves, nőtlen, apja halott, anyja él. Chapmanben lakik, Nebraska-ban. A Harvardon diplomázott 1977-ben. Stein volt a csoport orvosa, Dr. Marcus asszisztense és a kémiai és gyógyszerészeti labor vezetője. Igen. Ez Dr. Stein. Folytathatom? Hál' Istennek, Elliot még bent volt. Tudod, általában nem megyek házhoz. Az egyik mutánson dolgozott, és megharapta. Michael, hallasz engem? Michael! Michael! Elliot egy nagyon furcsa sejtkultúrával dolgozott, és bejutottak. Jézusom! Mi az ördökkel dolgozott? Elliot, ezek a sejtek egy idegen lényből valók. Mi? A sejtek egy idegen bolygóról jött lényből valók. Nancy, te túl sokat ittál. Elliot, ne vitatkozz velem. Tudom, hogy hihetetlenül hangzik, de igaz. Egy idegen lény. Most nincs időm elmagyarázni ezt az egész históriát neked. Csak segíts rajta. Egy idegen bolygóról. Elliot. Jól van, jól van. Jézus Úristen, sejtek az űrből. Még a végén űrhajós is lesz belőle. Nem észlelt a dagadást? Elliot! Bocsáss meg, csak még nehezen fogom fel. Elliot! Elliot! Nancy, gyere ide és fogd meg! Tartsd így, amíg hozom a nyugtatót! Fogd le a kezét!
nincs vele menni, kórházba kell vinnünk. Ez nem jó ötlet, Dr. Stein. Dr. Pialini, kórházba kell vinnünk Michaelt. Erre nem lesz szükség, doktor. Minden eszköz rendelkezésünkre áll, hogy urrá legyünk a helyzetben. Nem akarok akadékoskodni, doktor, de ennek az embernek... Doktor Kane majd elmagyarázza önnek, miért egyértelműen szükséges, hogy ebben a problémával a létesítményen belül birkózzunk meg. Nancy? Természetesen elmagyaráztam a szituációt Dr. Steinnak, és ő természetesen beleegyezett, hogy jobb, ha az ügy a családban marad. Biztosra veszem, hogy a dolog, amivel Dr. Vialini zsarolta Eliotot, a maguk helyes kis dossziéjában van. Ennyi elég is lesz, doktor. Nem elég, a fenébe is. Michaelt is zsarolta az RCV incidens óta. Dr. Kane! Alig várta, hogy történjen valami ilyesmi. Hogy megszabadulhasson Michaeltől. Magának ez a legjobb korja. Hogyan? Néhány hónappal ezelőtt Michael Foster felfedezett egy retroklonál vírust. Egy vírust, amely képes megtalálni speciális kromoszomákat bizonyos szerveken belül. Ezt a vírust rosszindulatú mutáns gének elpusztítására lehetne használni, s egy napon végül megszabadíthatná az emberiséget a legrettegettebb betegségektől. De Dr. Vialininek más tervei voltak. Maga gazember! Nem volt joga a Védelmi Minisztériumot beavatni az ügybe. Ez az én eredményem, az én munkám, az én felelősségem. Maga a Télosz Társaság egyik alkalmazottja. Minden anyagot, amit kifejleszt, minden kutatási eredményét ez a társaság finanszírozza, s így teljes egészében az ő tulajdonát képezi. A bizalmi tanács jogában áll eldönteni, hogy mikor, hol és kinek ajánlja föl kutatásaink eredményét, és nem egy nagyképű kis orvosnak, aki mindenféle naiv... Maga felfúvalkodott hólyag! Michael! Tudja jól, hogy nem valami titkos receptről beszélgetünk. Egy vírusról van szó, ami életet ad vagy megöl, és ha avatatlan kezekbe kerül, veszélyes lehet az egész emberiség számára. Én nem leszek részes ennek. Maga nem ilyen naív és ártatlan, doktor. Maga igenis részese volt már több hasonló kutatásnak, ahol az eredmények kevésbé emberbarátiak voltak. Nem hagyom, hogy elérje a célját. Megsemmisítem az adatokat és a mintákat. Ne próbáljon megfélemlíteni, mert megbánja. Ez nem megfélemlítés. Itt állalok mindent magáról, és a kis mutáns korcsairól a pincében. Biztos, hogy a Nemzeti Genetikai Tanács nagy napot élne meg itt. Repkednének a kis szörnyek, mint a papírsárkányok. Maga épp annyira felelős, mint én. A saját torkát vágná el. Lehet, hogy eltipornak, doktor. De arra megesküszöm, hogy maga is velem jön. Nem teszi meg. Élesben akar játszani. Pusztítson el. Michael! Michael! Micsoda buta ember. Azt ajánlom, beszéljen bele. Győzze meg. Mielőtt én beavatkoznék, drasztikusan. Maga vesztegeti a drága időnket, doktor. Mr. Jarrettet és Mr. Mitchellt nem érdeklik a maga vádaskodásai és fantáziái. Ők nekem dolgoznak. Ha bármi sérelem éri Michael Fostert, magam fogok megbizonyosodni arról, hogy a Nemzeti Genetikai Tanács elvágja a nyakát. Mr. Jarrett és Mr. Mitchell várakoznak. Kérem, folytassa. Néhány órán belül Michael egész teste elfertőződött. Elliot átalakította a labort Michael gyógyítására, de a mutáció túl gyors volt, és a vizsgálatok sem hoztak eredményt. Ahogy teltek a napok, Michael még jobban átváltozott, mintha az egész szervezetét újra alakítaná ez az idegen anyag.
Lenzi, gyere ide, segítened kell. Nem tartsd le ezt, amíg én mintát veszek. Ez meg mi az ördög volt? Elio! Ne ijeszkes az Isten szerelmére! Maradj hátul! Mindjárt elkaplak, te kis szörny! Nem tudom, de nem mérem meg a hőmérsékletét. Nézd, milyen undorító. Atya Isten! Ez a borzatály még le is pisál. Eliott megjegyzése nem felelt meg a valóságnak. Ezek a kis húsdarabok maró méreganyagot tartalmaznak, és a tüskéjék nyílásán át lövik ki. Gondolom, ez a szájuk. De mint a méheknél, ha egyszer kilökik mérgüket, az élőlény elpusztul, s néhány percen belül fel is bomlik. Nem valami kellemes látvány. Igen? Ki? Értem. Várjon pár percet, aztán küldje be. Menjen neki egy percre. A kapuőr Griffin lánya van itt, az apja után érdeklődik. Nem látta őt már egy teljes napja, és... Miss Griffin, jöjjön be! Hadd mutassam önt be dr. Nancy Kane-nek. Doktor, ez itt Stephanie. Sherry, hello, hello. Az apja gyakran beszél magáról, Sherry. Úgy hallom, maga nagyon okos fiatal hölgy. Ha jól emlékszem, számítógépekkel foglalkozik. Mikroáramkörök fejlesztésével. Nagyon érdekes, ez igazán lenyűgöző. Nos, ha lediplomázott, feltétlenül keressen meg engem. Biztos vagyok benne, hogy itt a Télosban találnak magának megfelelő munkát. Köszönöm, uram. Szeretnék érdeklődni az édesapám felől. Igen. Nagyszerű ember, az egyik legmegbecsültebb alkalmazottunk. Dr. Viallini. Az édesapám tegnap este óta nem jött haza. Nem is hallottam felőle. Nagyon aggódom, nem tudom, hol lehet. Vagy úgy. A számítógép szerint az ön apja nem dolgozott itt tegnap. Úgy érti, hogy nem volt szolgálatban? Igen, betelefonált és beteget jelentett. Igen, ellenőriztem. Egy másik biztonsági őr ugrott be helyette. Ez nagyon különös. Sehova nem menne el anélkül, hogy velünk meg ne beszélni. Én nem aggódnék. Biztos, hogy van rá magyarázat. De nyitva tartom a szememet, és ha továbbra sem jelentkezik, én magam fogok gondoskodni róla, hogy az embereim kinyomozzák hollétét. De nagyon köszönöm, hogy benézett hozzánk. Ne szégyellje felkeresni minket, ha úgy gondolja, hogy a segítségére lehetünk. A kérdés az, vajon hol bujkálhat, és mire készül?
Nagyon becsülném, ha egy kisé több együttérzéssel beszélne. Michael Fosterről van szó. Függetlenül a mostani állapotától. Bocsásson meg, doktor. Elfelejtettem, milyen közel állt magához. Nos, mikor legutóbb láttam, elég gusztustalan volt. Leginkább valamiféle kerti féreghez, vagy csúszómászóhoz hasonlított. Dr. Stein! Nagyon köszönöm, kollégák. Melyikük szeretné kihalászni a szondámat? Vagy állapodjunk meg inkább egy csekély összegben? Elliot! Doktor, most nincs időnk viccelődni. Ekkora már a belső szerve is átalakult. A vére erősen maró savas kimondásúvá vált. A szíve közel a duplájára növekedett. És szervezete egyre kevésbé reagált a gyógyszerekre. A 4 hetes sikertelenség után Elliot végre fontos eredményre jutott. Nukleáris sugárzás. 1 amillió. Sejtbeépítés
44%. Azt hiszem, megvan. RNA faktor 0.936 IMP. Nézd meg! Néhány perce ez a mintha még idegen sejtekkel volt megfertőzve. És most nyoma sincs a fertőzésnek. Mm-hmm. Nagyon köszönöm. Elliot, nagyszerű vagy. Igen, tudom. De hogy csináltad? Nagyon egyszerűen. Megfigyeltem, hogy az elektromikroszkóp hullámainak hatására bizonyos molekulák megváltoznak. A reakció a negatívan pulzáló fázist követte. Ekkor a domináló molekulák felbomlottak, de csak speciális hullámhoznál. Rájöttem, hogy a sejtek biológiai aktivitása egy időre megbénul az elektromos hatásra. Ez nem lehet ilyen egyszerű. Most az egész minta visszaalakult. De amikor leállt a szíve, megpróbáltuk az elektromos újraélesztést, és nem történt semmi. Te közönséges váltóáramról beszélsz. Ezzel két probléma is van. Először, nincs mód, hogy kontrolláld és koncentráld egy speciális hullámhozra. Másodszor, Michael a szervezetének visszaállításához szükséges energia mennyiségtől egyszerűen megsülne. Akkor? Akkor mi? Akkor te hogy csináltad? Eljött! Kölcsönkértem ezt a masinát a földszinti fiúktól. Egy atomzúzó? Pontosan. De engem nem az atomzúzás érdekel. Tudod, a részecskék egy sor elektromágnesen haladnak át. Ahogy utaznak és felgyorsulnak ezen a körpályán, az elektronok leszakadnak, úgy, mint ahogy a kerekek csikorognak, ha túl gyorsan kanyarodsz. De ezek az elektronok összpontosíthatók és manipulálhatók bármilyen hullámhosszon. Így kontrollálhatom a kimenetet. És így megfordíthatjuk a folyamatot úgy, hogy Michael is életben marad. Ebben reménykedem, igen. Akkor mire várunk még? Gyere, próbáljuk ki! Nancy, várj! Higgadj le! Még kell néhány tesztet csinálnom. Egyébként is ez a gép közel sem elég hatékony. Akkor használjuk Agnust! Erre gondoltam én is. Egy Agnust méretű ciklotron ereje 10-szer nagyobb a szükségesnél. Ki kell alakítanunk egy terminált közel a gyorsító alagúthoz. Az első tesztet a jövő hétre terveztem be. Ha addig életben tudjuk tartani Michael-t. Azonnal beszélek Viallinivel. Te csak mondd el pontosan, mire van szükséged. A többit én elintézem vele. A legfontosabb, hogy megépítsük a terminált. A terminál egy héten belül megépült. Atompuskának neveztük el. Hadd nézzem. Ezt a ciklotront, Agnust, még nem próbálták ki? A munkálatok csak most fejeződtek be. A tesztet ma estére terveztük. Kevesebb, mint 6 óra múlva kezdenünk. És a mérnökök nem sejtenek semmit a puska feladatáról? Csak mi négyen tudunk róla. Folytassa, doktor. Michael átalakulása tovább folytatódott, amíg mi a teszt előkészületein dolgoztunk. Szerencsétlenségünk. A biofrekvencia vizsgáló bekapcsolódott. A beteg szívlelése gyors. Vérnyomás 230/100. Vérnyomás 252/100. Tovább emelkedik. Vérnyomás 286/190. Tovább emelkedik. Vérnyomás 303/213. Tovább emelkedik. Nancy, azt hiszem beszélni akar veled. Tessék! Pulzusszám kritikus. Vérnyomás 310/240, tovább emelkedik. Vérnyomás 383/290, tovább emelkedik. Teljes készültség. Elliot, csinálj valamit! Teljes készültség. Szívünködés akkor is. Istenem! Egyenletben. EEG szint 12 000 fölött.
Sylvia Lévinek! Nem várhatunk Goldafint! Meg kell használnunk Egnust! Nancy! Megy már! Sylvia Lévinek! És igyekezzetek vissza! Segítenetek kell, hogy vihessük Michael-t! És ez tegnap este történt? Pontosabban, kora hajnalban. És fogalma sincs, hogy néz ki most ez a lény? Uramisten, az nem fontos, hogy hogy néz ki! Higgy el, ha meglátja, nem lesznek kétségei, kivel van dolga. Sherry, nevetségesen viselkedsz, üldözési mániát van. Biztos, hogy hazudott. Azt mondta, hogy apa nem is ment be dolgozni az este. Mert beteget jelentett. Jól van. Az is lehet, hogy tényleg betelefonált az apád. Lehet, hogy más programja volt. Valami magánjellegű. És lehet, hogy Vialini nem engedte volna el. Nekem elmondta volna. Soha nem hagyna itt minket ilyen hosszú időre, ha nem szól. Lehet, hogy próbált hívni, csak nem voltál itthon. Most meg hova mész? Eszembe se jutott az üzenet rögzítő. Csak pár napja vette apa. Látod, mit mondtam neked? Az apád egyszerűen csak egy kis... Szia, kicsim. Gondolom, még a moziban vagy. Beugrottam Szűzőhoz egy italra munka előtt. Most vettem észre, hogy ott hagytam a belépőkártyámat. Gondoltam, megkérlek, hogy hozd el, de nem fontos. Majd kölcsönkérem Jerryjét. Sietnem kell, már így is késésben vagyok. Jó lenne, ha Kim időben ágyba menne. Holnap találkozunk. Szeretlek. Náluk van. Valamiért ott tartják. Miről beszélsz? Apa mesélte, milyen különös dolgok történnek azon a helyen. És most elkapták. Nem gondolod, hogy ez egy kicsit nevetséges? Azt mondta, fel fog mondani. Mert aggasztották azok a furcsa és veszélyes kísérletek, amiket állatokon végeztek. Lehet, hogy most rajta kísérleteznek. Sherry, Sherry, ne beszélj már ilyen butaságokat. Tudod, miket mondtál? Embereken nem kísérletezhetnek. Azonnal oda megyek. De hova? Sherry.
Cseri, meghallgatnál végre. Gondoljuk át nyugodtan. Hát itt? Mi ez a nagy felhajtás? Hallottatok valamit apáról? Fogva tartják, biztos vagyok benne, és nem tudja, mit tesznek vele. Cseri, hagyd abba, még megijeszted, ki meg. Mi folyik itt, Cseri? Hol van apa? Majd előkerítjük. Lehet, hogy bajban van. Ezt nem tudhatjuk, Cseri. Kim, azt akarom, hogy maradj itthon, talán telefonál. Egy fenéket, veletek akarok menni. Nem is sehova, valakinek itt kell maradnia, hát ha hív majd. Egyébként se tudnál bejutni oda. Akarsz fogadni? Ne vitatkozz, Kim, itt maradsz és kész. Menj a francba, Cseri. Cseri. Nesze, ezt vedd föl. De hát minek? Gondolod, hogy ez elég ahhoz, hogy bejussunk? Nem, ez itt a lényeg. Ez egy biztonsági kártya az egész laboratórium területére, az összes ajtó nyitható vele. Cseri. Cseri! Nem követhetünk el semmilyen hibát sem. És a külvilág sem tudhat meg semmit. Ha megtalálták ezt a dolgot, azonnal semmisítsék meg. Nem akarom, hogy bármiféle nyoma is maradjon. És mi legyen a doktornővel? Ha nem tudják meggyőzni őt, hogy együttműködjön, hogy tartsa a száját, baleset áldozata kell, hogy legyen. Értették? Igen, uram. Egyszerűen nem hiszem el, hogy ezt csináljuk. Nézd, ha nem akarsz jönni, nyugodtan mondd meg. Úgy értem, a kapcsolatunk csak ennyit jelent neked. Rendben, rendben, rendben. Induljunk. Brian. Az apámról van szó. Tudom. Vássunk hozzá. Micsoda kurva! Megnyugodnál végre. Csak engem is felidegesítesz. Úristen, ez a fickó hatalmas. Az hiszem vége. Végünk van. Viselkedj normálisan, ez nem a maffia. Belépés engedélyezve. Hova mész? Gyerünk, viselkedj természetesen, minden rendben lesz. Hosszú nap ez a mai. Hello. Várjanak, álljanak meg. Elfelejtették aláírni. Bocsánat, annyi minden van a fejemben. Tudja, hogy megy ez egy genetikai laborban. Jó éjszakát. Bye. Thank you.
Ez szép munka volt. A Pinglin komputer bemutatására mindössze 15 másodpercet kaptam. Hát íme az új számítógép. Minden tud, még reklámot is képes csinálni helyettem. Ez a legújabb termék az adatfeldolgozás idejét lényegesen lerövidíti, és így az ön szabad idejét növeli. Ne szavassza el, ne hagyja ki! Igen! Higgy el, akkor jár a legjobban, ha azonnal megveszi! Most pedig a reklámok után kérem hallgassák meg esti híreinket. Washington külterületén újabb brutális gyilkosság történt, amelynek áldozata egy 80 éves néger asszony, akit két pisztolylövéssel sebesítettek halálra. A rendőrségnek egyelőre nincs konkrét gyanúsítottja, és kéri a szemtanúkat, hogy jelentkezzenek, ezzel is segítve a nyomozást. Ez egyébként már a harmadik ugyanolyan módon elkövetett bestiális gyilkosság a környéken. A rohadt kis kurva. Mi a fene ütött beléd? Jobb, ha nem szól semmit. Mi lett volna, ha a végén kéri a személyazonosságot? Nyugalom, túl vagyunk rajta, vagy nem? Az a fickó olyan hülye volt, hogy... Úristen, hát ez meg mi a fene? Fogalmam sincs. Gyorsan, menjünk Vialini szobájába. Meddig maradunk? Ssst! Maradj csöndben! Ó, a francba! Miért nem nézel az orrod elé? Tulajdonképpen mi a fenét akarunk megtalálni? Adatokat. Tényeket. Egész határozott vagy. Mi? Hát, úgy értem, mint egy magánnyomozó. Nem hiszem, hogy boldogulni fogsz. Egy ilyen rendszernek biztonsági programja is van. Ugyan már, a Princeton Egyetem számítógépes bajnokának ez nem jelenthet gondot. Nincs olyan rendszer, amiben ne tudnék betörni. Ne tessék haragudni, Mrs. Szilikacsi. Csak egy kis időbe telik. Csodálatos. Használjon más. Használjon más kódot. Használjon más kódot. Brian, gyere csak! Azt hiszem, megtaláltam! Az információk elérhetők. Ez a tegnap esti beosztás? Itt volt Brian, bejelentkezett. Itt a bizonyíték, hogy fogva tartják.
Nyugodj meg, meg fogjuk találni. Ígérem. Maguk meg mit keresnek itt? Csak játszani akartok egy kicsit a kompjúterrel. Nagyon vicces. Maga volt ott ma délután. Maga Griffin lánya. Mit csináltak az apámmal? Hová rejtették őt? Jaj, csak egy kicsit mérges, ugyanis rossz napja volt. Hol van? Tudom, hogy maguknál van. Azonnal mondják meg! Hé, hey, maga! De semmi! Menekülj, Sherry! Hívd a rendőrséget! Hírd Vialét! Én elkapom a lányt! Csak mondja meg, ki maga és mit akar itt? Az apámat keresem. Az apját? Maga John Griffin lánya? Igen. Mit csináltak az apámmal maguk? Szemetek! A nővére is itt van? Nincs. Csak én. Hogy hívják magát? Kim. Kim? Tudja, nagyon veszélyes ezeken a folyosókon egymagában fel alá járkálni. Nekem mondja! Az meg milyen szörnyetek volt ott? Szörnyetek? Mit látott pontosan ki? Valami hatalmas, és gusztustalan, nem is tudom mit. Megevett egy fickót. Úristen, mi folyik ebben a laboratóriumban? Azt akarom, hogy itt várjon. Ne féljem, bezárom az ajtót, így senki sem tud bejönni, oké? Okay? Várjon! A nővérem Sherry, ő is itt van, és lehet, hogy baja esik. Találja meg. Rendben van, Kim, megkeresem. Megígérem. Kérem, csak maradjon itt, és tartsa zárva az ajtót, amíg visszajövök. Ah! 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 Ah!
A kód hibás. Próbálkozom másikkal. Az információ nem elérhető. A kódok titkosak. Használjon új kódot. Ördöket keresel itt. Kim, minden rendben van. Maga meg mit csinál ide ki? Én... Ne is mondja! Csak tűnjön innen! Belépés engedélyezve. Jöjjön velem!
Szabadulás! Bent a laborban! Semmire sem megy a pisztolyjal! Ki kell jutnunk innen, segítsen! Most már nem lehet kijutni. Az egész szektor le van zárva. Itt kell maradnunk. Mi az ördöget fogunk csinálni? Vészhelyzet, Seri, most már menjünk haza! Nem mennek sehová. Nekem ezt be kell fejeznem. Maguk pedig segíteni fognak. Most pedig menjenek a kék szektorba, ott várjanak rám. Seri, ez kész őrület. Gyerünk, menjünk innen. Hallottad, mit mondott? Minden le van zárva, csapdában vagyunk. Biztos, hogy van ki, csak menjünk már. Tim, ide figyelj. Az a szörnyetek, az ölte meg apát. Biztos vagyok benne. Teljesen. Sajnálom, teljesen. De ha valahogy megállíthatnánk, esetleg megölhetnénk. Tennünk kell valamit. Vagy legalább megpróbálni. És akkor hazamegyünk. Teljes kitűzés. Vészhelyzet. Figyelmeztetés. Felelőzés veszély. Teljes kitűzés. Figyelmeztetés. Felelőzés veszély. Vészhelyzet. Teljes kitűzés. Felelőzés veszély. Figyelem. Gyere, te húsztor! Kapj el engem!
Jöjjenek el! Az elsődleges nem tudja, hogy kell használni ezt a szerkezetet? Megpróbálom kitalálni. Hadd nézzem meg. Maga írt ehhez? Egy kicsit. De tulajdonképpen mi ez? Az utolsó lehetőség a szörnyeteg ellen. Tárhányadó. Engedje ki a vágásos zárat, és nyissa ki az ajtókat. Ez az. Az ajtó nyitott. A sugárzás 2 perc múlva megint. A neutronban... 2 perc múlva elkezdődik a próba. Miféle próba? A részecske gyorsító berendezése, amelynek a vezetéke éppen alattunk fut. Megvan a részecske gyorsító. Működésbe léptethető ezzel a kóddal. Rendben. Oké, gyerünk. Ja. Hullámhosszúság. 97,42 megawatt. Nem tudom, hogy ez mit jelent. Próbálja meg kitalálni, már csak 1 percünk van. Hagyja már békén, minden tőle telhetőt megtesz. 30 másodperc múlva ez már nem lesz elég. Megvan. Azt hiszem, pár másodperc, és minden kész elébe lesz. Remélem, teljesen biztos a dolgában. Én viszem vásárra a bőrömet. De hát, miről beszéltek? Valakinek be kell csalogatnia őt a berendezés alá. A részecskék hullámhossza 97,45. Bár ez nincs benne a szerződésben. Maga megőrült. Nem mehet csak úgy ki. Maga akarja csinálni? A sugárzási szint a minimumban. Ne ébázzon, kicsim. Ha ott van a sugárzási zónában, végezzen vele. Remélem, van életbiztosítása. Olyan magas lesz a radioaktív sugárzás, mint egy óriás mikrohullámú sütőben. Na, ne mondja. És én mit csináljak? Imádkozzon. Vigyázzon. Rendben. Hiba. Hiba. A rendszer nem működik. Meg lesz. Kérem, használja a kódot. A rendszer nem működik. Rendben. Nyissa ki. Yeah.
menjen el onnan! Nem tudhatod az Isten! Csak csinálja! Istenért, mi van, mire vár? Nem működik a francba! Újra kell tölteni a verenet. Várjunk egy megjelenik másodperc, hogy a minimum szintre tölködjön a verenet. Kim, hova néz? Megmentette az életemet! Kim, ne! Kim! Egy perc, másodperc, újra ott szarakodott. Maga szerencsétlen. Most te jössz, te nyomorult féreg. Maga meg mit csinál? Ne lője le! Sajnálom, lányok, a munkát be kell fejezni. Na, lépjenek hátrébb.
Azonnal! Bocsportás. Borúsítasítás. Igen, nagyon fogom élvezni. Jézus! Nagyon remélem. Menjünk haza. Azt hiszem, szerencsém volt. Jó. Ó, bocsáss meg. Oh, my God.
to me, baby. Maybe just a bit naive. But sugar, you turn to spice on me, baby. What am I supposed to believe? Oh,